Az évforduló tiszteletére Székesfehérváron tartotta éves összejövetelét az Alcoa európai vezetősége. Marcos Ramos, az Alcoa Európa elnöke úgy fogalmazott, fantasztikus érzés egy 70 éves évfordulót ünnepelni. Szeretnék majd én úgy kinézni 70 éves koromra, mint ahogy ez az üzem ennyi idősen. Én magam is jártam ma két üzemben. Jól látni a fejlesztések eredményét, a robottechnikát és a fiatalos munkaerőt. Forgó Béla, az Alcoa Köfén vezérigazgatója szerint ez a vállalat azért tudott ennyi ideig fennmaradni, mert a cég és dolgozói mindig tudtak alkalmazkodni a különböző helyzetekhez. Ez a vállalat ez túlélte egy német megszállást, egy szovjet megszállást, egy második világháborút, egy rendszerváltást és több gazdasági válságot közöttük, a 2008-2009-eset is, és azért tudtuk túlülni, mert ezekhez a változásokhoz a dolgozóink tudtak alkalmazkodni. Az elmúlt 7 évtizedben rengeteg családnak és generációnak biztosított munkát ez a cég, mondja Székesfehérvár polgármestere. A város és a vállalat együttműködése példaértékű, teszi hozzá Cserpalkovics András. Az egyik legnagyobb adófizetőről van szó, az egyik legnagyobb foglalkoztatóról van szó, és egy olyan cégről, amit a melléket példa is mutat, aki a társadalmi felelősségvállalásban, civil szervezetek támogatásában, kultúra, sport, környezetvédelem támogatásában mindig oroszlán részt vállalt Székesfehérváron. Az Alcoa a világ 31 országában összesen 59 ezer embert foglalkoztat. A székesfehérvári gyár 1700 embernek ad munkát, és évente mintegy 20-25 millió dollár értékű beruházást, fejlesztést valósít meg.